Janis! Nem hozzá volt. Mondom, Janis! Nem hozzá volt. Mondom, nyisd már ki! Egy balul elsült esküvő férfias oldalát mutatták be a zentai közönségnek a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház színészei, akik a Tesztoszteron című előadásukban frappáns szövegösszetételek és saját hangzásvilágú dallamok révén próbálták meg szembesíteni a nézőket a férfi lélek legrejtelmesebb titkaival. Dió a zenész. Hát ez egy odatévedt figura tulajdonképpen, ugyanis egy esküvőről szól ugye ez a történet, illetve egy félre sikerült esküvőnek a kimenetele, és hát ez az ember is odatéved, aztán kiderül, hogy kulcsfontosságú információi vannak a történetek továbbpörgetése szempontjából. Az előadásban az Örömapa, a Pórújárt vőlegény és annak bátyja, egy egyetemi professzor, egy zenész, egy újságíró és egy pincér különös, egymást átszövő történeteinek lehetnek tanulni a nézők. Stavros szerepét játszottam a darabban, aki az elején kiderül, hogy az elején úgy tudjuk, hogy csak két fiú apja, aztán kiderül, hogy három, aztán kiderül még sok minden róla, és kiderül sok-sok-sok minden, ahol sok férfi összegyűl, ott biztosan sok mindenről tudnak beszélni. Kiderül az, hogy a férfiak is tudnak pletykálni, kiderül az is, hogy miről tudnak beszélni, a férfiak természetesen a nőkről. Fölvettük a lemezt, de a marketingesek azt mondták, hogy kéne valami kis happening, tudják? Történés, angolul így mondják. Tényleg? Na, egy botrány lenne a legjobb! A női szereplő nélküli előadást az alkotók sajátos módon állították színpadra. Egy tesztoszterontól dúzzadó férfias, időnként pofátlan, és nagyon-nagyon szókimondó előadás. A darabról magáról azt kell tudni, hogy a szerző jelen pillanatban a lengyel kortárs irodalom egyik fenegyerekének számít, foglalkozott újságírással, szociológiával és pszichológiával is, ezért nagyon jól belelát a férfi lélek mindenfajta rejtelmeibe. A nagy sikert arató előadás mellett a temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház társulat a zentai vendégszereplése során a szintén nagy népszerűségnek örvendő Apakaland című bábszínházi előadását is bemutatta a tiszaparti település színház kedvelő közönségének. Te agyalányút vagy, vagy mi?